Sziasztok! A Rutánc ABC mai részében következik a P betű, a hozzáválasztott elem pedig nem más, mint a poisson. Vágjunk is bele! Ebben a videóban azt a variációt mutatom meg nektek, amikor a poissont egy csavartkezes ajsából vagy csavartkezes kézállásból csináljuk meg. A csavartkezesnél bármilyen belemenetelt választhattok, én most a talajról indítottam. Ebből a helyzetből a fölül lévő kezünkkel azonos lábunkat fogjuk elindítani magasra, és be fogjuk akasztani ezt a lábat a belső talpélünknél. Arra kell nagyon figyelni, hogy itt maradjon a térdünk nyújtva. Ha megfigyelitek, itt a talpakasztásom és a felső kezem között nagy a távolság. Ha túl közel akasztjátok a lábat a kézhez, akkor nem fogtok tudni belefordulni a poissonba, vagy legalábbis nagyon nehéz dolgotok lesz. Ha megfigyelitek a törzsem helyzetét, itt még többnyire szemben vagyunk a rúddal. Ezután elkezdjük leengedni a medencénket a talaj felé úgy, hogy közben a rúd mellénk kerül. Nem szükséges, hogy az oldalunk hozzáérjen a rúdhoz, de engedjétek közel magatokat a rúdhoz. A szabadon lévő lábunk lehet hajlítva, vagy nyújtva is. Itt mielőtt visszaengedtem magam a talajra, egy picit visszatoltam magam a csavartkezesbe, én így kontrolláltabban tudom leengedni magam a talajra, de ez nem feltétlenül szükséges. A poissonból egyenesen is leengedhetitek magatokat. Ha magabiztosan tudtok csavartkezest csinálni forgórúdon, akkor ott is érdemes kipróbálni a poissont, mert szuperül mutat forogva is. Végül pedig mutatok nektek egy kombi ötletet is. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót, ha tetszett és hasznos volt számotokra, akkor támogassátok a csatornámat egy lájkkal, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a Rúdtánc ABC következő részéről se. Jó edzést kívánok nektek, sziasztok!